Now turn up. Üdv mindenkinek, sziasztok! Csütörtök. Ismételten, hát most már verőfényes napsütés van, de reggel még elég rendesen köd volt. Látjátok a glóriát a fejem felett. Itt a fény, értitek? Megjött a glória a fejem felé. Nem tudom, mennyire látszik, vagy mennyire sem, de higgyétek el, itt van. Na, tehát azt akartam ebből sugallnom azt, hogy annyira micsoda szent vagyok, hogy lejöttem a földre, lemásztam ide. Isten ments. Na figyeljetek, azért jöttem, láthatjátok az index képen, hogy ismét egy-két csomagot szeretnék kibontani itt előttetek, jó? Ha nem bánjátok most így a szerelések közt. Közben a hetedik részt csinálom, vagy csinálja a gép a 621-esből. Ugye, most már a végére érek annak a bontásnak. És holnap, azaz pénteken, minden szentek napján, viszont, mondjuk ez a videó nem tudom, mikor fog felkerülni, lehet, hogy ez majd pénteken. Ja, közben potyog a pára a Tiszváról, lehet, hogy a legjobb helyre álltam. Na, tehát nem tudom, mikor fog ez felkerülni, úgyhogy lehet, hogy a csütörtök, azaz mai fölvett anyag majd pénteken kerül hozzátok, akarom a YouTube-ra, és a pénteki napom, viszont Matyi gépét szeretném szétszedni, ha nem bánjátok, és 621-es természetesen, és a Dominiktól kapott gépet, amelyet ajándékba küldött, ugye, a 621-est, azt meg hagyjuk egyben, az egyelőre most marad egyben. Az a fölösleges annyi gépet szétbontam, már rájöttem, hogy semmi értelme minek, hisz ebből a három gépből, ha csak össze tudok hozni egyet, remélhetőleg, mert ugye Dominikból ami másodszorra küldött gépet, abból hát max a dugattyút tudnám megmenteni, de a dugattyunk talán jó lesz, amit most kivettem Szabolcs gépéből, de bízok benne, hogy Matyi gépében is jó lesz. Hát majd meglátjuk, természetesen nem néztem abba bele, úgyhogy majd holnap szembesülünk a ténnyel, azaz pénteken, de ugye, mint mondottam, ez a videó Isten tudja, mikor kerül ki, úgyhogy hülyeségeket menni, vagy akkor azt mondom, hogy majd pénteken. Jó, nem holnap. Na, de nem ezért jöttem, hanem bontsunk csomagot. Híme, itt van a bűn oltárán ez a csomag. Még egy csomag, meg ugye tegnap kaptam kollégámtól, bontott fűrész, rá is van írva, alkatrészeket, ugye, természetesen kínaiakat. Ugye, mondta, hogy garázsürítést tartott, aztán azt mondta, hogy ha kellenek, odaadja nekem, ha nem, akkor kidobja a francba. Mondom, ne, ilyet ne csináljál, érted? Azt akkor tegnap el is hozta, a parkolóba cseréltünk. És hát nem cseréltünk, hanem odaadta, aztán kész. Hát ugye, ez nem is nagyon nagy csomagbontás, ez ilyen, hát ezeket kaptam tőle. Ugye két kínai gép, nem tudom, komplett gépek-e, de elvileg azt mondta, látjátok, ott van minden, maga a fémrész, akkor a kis blokkunk, meg itt vannak a burkolatai, meg itt vannak a másik gép, hát ez nem tudom, potyog minden, tehát itt egy másik gép elvileg, vagy lehet, hogy több is, nem tudom, vagy több alkatrész is, és akkor itt van egy másik csomag, ugye ezt tegnap vettem át, ezt vásároltam, ezt a gépet, amiben van ilyen gépen már nem is egy, nem is kettő darabokban, de most ez egy olyan gép, ami egybe van. Úgyhogy ebből ki tudok majd indulni esetleg az összeépítésnél. Azért nem tudom, hogy azért is jó áros is volt, tényleg olyan áram volt, hogy nekem ez elfogadható volt, úgyhogy azért is bátorkodtam megvenni. Bocs, a köhögési de az Isten nem akar abban maradni. Ez a kis csomag, ez viszont elvileg egy hengert tartalmaz. Ezt ajándékba kaptam szintén. Hát ugye néztem, hát gondolom egyik nézőm látta, hogy egyik gépemet szétszedtem. Most nem mondom, majd megmondom, mikor szétszed, megmondjuk, hogy milyen. És akkor azt mondta, hogy neki van egy ilyen hengere, és ő már eladta azt a gépet, már nem kell neki, és akkor nagyon szívesen, amúgy Robertnak hívják, remélem Robert, igaz, nem kérdeztem meg, hogy bemondhatom, de keresztnevedet bemondom, szerintem sok Robert van, úgyhogy mindegy. Roberttól kaptam, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neki. Úgyhogy reméljük, hogy majd ezzel a hengerrel fel tudjuk éleszteni azt a gépet, amiről szó van. Na, figyeljetek, melyiket kezdjük? Szerintem kezdjük a kínaiakkal. Nagy vonalakban átnézzük, hogy miket is kaptam kollégámtól, jó? Úgyhogy, hát így, ide kirakom aztán, így, né? Na, hát itt egy blokkunk, ugye kuplunk minden rajt van. Hát a dugattyú az,
Hát jó, kapott az élettől. Azt mondta, hát mit is mondott? Három, vagy ha tévet mondott, nem is tudom, elég sokat elment neki, azt mondta, hogy nem nyúlt hozzá, egyet csak benzint töltött bele, aztán ment, aztán mendegélt, aztán megállt. Aztán vége. Hát, ja, nem is tudom, tényleg most elfelejtettem, bakker, most hatot mondott, vagy hármat? Nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani, de azt mondta, hogy semmit az ég adta világon nem csinált vele, csak nyomotta a gépet. Hát jó, most nem tudom, melyik mentő, fogalmam sincs, de vagy elnézzük a dugót, azért elég kapott ott az élettől, meg hát itt a hengerünk, hát kisebb kopások vannak rajta, de még azt mondom, hogy a föl van csiszolva, talán, nem tudom, mennyire van megkoppa, ugye itt fényviszonyok melyen, de karcot én nem nagyon látok rajta, hogy elnézem, szerintem csak kopások vannak rajta inkább, úgyhogy talán lehet, hogy még ez a henger jó lenne. Na mindegy. Ott van hozzá légterelőnk is. Ja, amúgy ez egy Airman betenévre hallgató, vagy fantázia névre hallgató masina, úgyhogy tehát itt van mindene. Az a tank ez nem ide valósít, így meg azt mondta valahogy egy hajszerepedés, de ezt lehet, hogy be lehetne egeszteni, ugye ez a kínai kaszának a tankja, úgyhogy ez még esetleg használható. És ugye itt van a többi alkatrésze is ennek az Airman gépezetnek, látjuk, itt van koffa róla. Na, hogy elég szép állapotnak örvend még ez a gép, nézzetek oda. Nem tudom, melyik nyomatta, hát ugye egy lyukas kipufogó van rajt, de arra voltam kíváncsi, ezt nem is kérdeztem tőle. Na, hát így néz ki a tank alja. Hát figyeljetek, nincs elestrapálva szerintem annyira ez a gép. Nincs elestrapálva, szerintem ezzel a hengerrel, dugóval, hát a dugó még talán hagy kívánni valót, amúgy itt van, látjátok minden. A többi alkatrész meg lehet, hogy abban másik dobozban van, lenkerék, meg ilyenekre gondolok. Ugye kuplunk rajt van, cserélhető a lánckerék átom, betétkerekes, vagy ilyenek mondjam. Érdekes, ilyen keresztirányú kopások vannak ezen a dugón. Érdekes. A fő tengelyünk, hát nem tudom, üte, nem üte, fogalmam nincs. De a kuplunk, hát a kuplunk az lötyög rajta, az nem probléma, ez egy tükörgővel esetleg orvosolható. Hát itt esetleg a gyűrűket, majd megnézzük a hengerbe, mit produkálnak. Maga a gép egyben van, aránylag alkatrészei megvannak. Van egy ilyen kis dobozocska, nem tudom ebben még vannak, hogyan nyílik ez egy középen. Ja, hát itt vannak a csavarok, nem tudom az éket elrakta-e. Hát mindegy, egy éket, az kínaihoz van is ékem. Ott a nagy, egy nagy alátét, benzinszűrő, olajszűrő, tanksapka, egyéb dolgok, szimmering. Ez igaz, égergyűrűt is kivette, látom belőle. Nem bízta véletlenre. Nem tudom, melyikbe vette ki. De akkor lehet, hogy a másikból, lehet, hogy abban van bent. Ija. Kuplunk tügörgő. Hát az ék az lehet, hogy eltűnt, nyilvánítva, mert csak csavarkákat látom. Nem, látom, szépen rendszerezve van abban a kis dobozkában minden. Ja, de a horgászdoboz, most nézem, látod, Euróhold. Ja, valami. Hát, hogy jó mondom, hogy a Euróhold, hogy kell ejteni, különösebben nem is érdekel. Na, oké. És akkor itt a berántó, szerintem lehet, hogy ez meg ennek a berántója, még egyben van, látjátok, a komplet berántó. Ugye itt egy lentkerék, nem tudom, az éket rátette, de szerintem nem, ahova én szoktam tenni, nincs rajta mágnesem, de még elég jól a lentkerekünk fémkörmös, be átteszem addig ide. Rajt vannak a szivató, lánc, micsoda, akarom élni, a támasz, meg ilyen dolgok. Itt van még egy, mi a fene. Itt egy berántó, gyújtás, ez a kis műeközdarab, kipufogó előlap. Így. Na, itt a másik lentkerék, hát azon sincs rajta sajnos az ékünk. Mindegy. Kipufogó, hát az is egy lyukas, bíztam benne egy három lyukas, aki összefutok, de nem sikerült. Na mindegy, itt vannak tehát az apró cseprő dolgok, a két blokk oldal. Hát ja, ki van csontozva, vagy elnézem, elég rendesen az égergyűrűt, ezt nem kell meg kiszedni belőle, sose szoktuk kiszedni, legalábbis én nem szoktam bele kiszedni, mindegy, majd valójában visszatesszük, meg abból is szerintem ki van véve minden. Na, itt van a VFN-e is, látom, megvan a kis jegygyűrűnk is, a torokkal, mindennel együtt. Oké, frankó. Gumituskók, gyertya. Hát ilyen minden, ami kínaihoz való alkatrész, most nem akarom átdolgozni az egészet, egyesülve minden apró csavart bemutatni nektek, de megvan minden, látjátok itt a kuplungja is.
Még egybe is van egy kis rozsdás, nem számít. Kuplunk, harangunk. Hát ugye, ja, ez a kuplunk harang, ez már kapott az élettől. Ez már sajnos... jó, hát most föl lehet rakni egy gépre. De hát szemben itt a kicserén nem sokáig. Ja, van itt egy karburátor is, most nézem. Ó, bakker, ki tudom venni. Yeah. Fuma, vagy mi? Fuhai? Karburátorunk? Nem az a lényeg, tudjátok jól, ez itt fantázia nevek vannak rányomva. Ja, itt van még egy karburátor, ó, primadonna. Jó, ez is ugyanaz. Fejletek, de ugyanaz a típus. Fuhai, nem? Ugyanaz a fuhai. Érdekes, adjátok, tök érdekes. Na, ennyit cuccot kaptam a kollégámtól. Azt mondta, hogy hát, most kiadobni meg nem akarta, tudta, hogy ilyenekkel szórakozok. Úgyhogy azt mondta, hogy a kapcsoló is itt valahogy meg van, minden jó. Azt mondta, hogy szívesen akkor nekem adja. Aztán azért mondom, hogy ezeket kaptam most hirtelennyébe. Úgyhogy örülök neki, mert szerintem egy koplant gépet össze tudok rakni. Többet nem is egyet biztos, mert abban a hengert nem láttam, hogy elnézem. Ja, abban nincs henger, ebben van egy henger meg a dugó. Jó, ezeket én félre is teszem, hogy leszem a kamerát, jó? Ja, közben csöpög a víz, csöpöget, csöp. Lehet a dobozra is, na mindegy. Ebben viszont Robert ajándéka van, egy henger. Na, folytassuk a sorozatot ezzel, jó? Tehát akkor itt van a kis csomagocska, amiben a henger van. Ja, bocs, az asztalért, ha nincs lepucolva, akarom benne a bűloltára tiszta levél. Ugye itt van az ősz, itt van újra. Úgyhogy, na, én ezt meg is bontom, de ugye úgy bontom meg, mert ezen még rajt vannak ilyen instrukciók, úgyhogy ha lehet, akkor így nem akarom itt a dolgokat, egyéb személyes dolgokat, még a matrica rajtban elfelejtem levenni, ne aragudjatok. Úgyhogy ezt akkor engedelmetekkel én megbontom. Itt kell megbontani? Remélem, hogy itt. Ja. Na, várjátok. Úgy. Hát, e vagyok. Szenvedek egy egyszerű dobozmontása. Ne, ez. Mit akarok én, nem? Mit akarok én csinálni, hogy még egy dobozt se tudok megbontani? Na, úgy, né? Ezt megvágjuk középen. Így. Oké, na kérem. Most már kihajtom így a dolgokat, és akkor így már lehet látni majd, hogy mi van benn. Na, ebben a dobozkában egy olyan henger van elvileg, ugye amit nemrég mutattam nektek egy fűrészt, megnéztük, aztán hát egy kicsit csikos volt a hengere, meg egyéb dolgai voltak neki, egyéb nyugjai, úgyhogy ugye Robert gondolom látta ezt a videót, és ő neki azt mondta, hogy felvette rá a kapcsolatot ugye privátba, és írta, hogy volt neki egy ilyen gép. Volt neki egy ilyen gépe, és ő eladta ezt a gépet, erre a hengerre már nem lesz szüksége, mert már szerinte az életben lesz ilyen gépe. Úgyhogy ha elfogadom, és szívesen elküldi ezt nekem. És íme, itt is van akkor Roberttől ez a henger. Na nézzük is. Ó, Robert! Hát hengerről volt szó, na mindegy, ez úgy látszik plusz mellékes. Köszönöm szépen. Hát ez erről nem volt szó, hogy ennyi minden lesz benn. Na, karburátorhoz, ahhoz az ominózus. Hát kimondom, figyeljetek, most már mindegy, lehet a Husqvarna 50-es gépet láttam, mikor megvettem. Ugye mutattam, és hát ha vannak, voltak nyugjai, és küldött. Elvileg, most nem tudom konkrétan minden alkatrész, vagy amiket küldött, Husqvarna 50-ese. 50-es ez való el, de azt mondta, hogy neki volt egy gép, és akkor a hengert a szívesen elküldi nekem, mert neki már nem kell. Azt mondta, ebben is vannak karcok, de az még talán elmegy. Na, kaptam tőle egy karburátor feljavító készletet, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Lehet, hogy szerintem biztos, hogy használt fogom venni. Köszönöm szépen. Akkor kaptam egy berántó kötelet. Nem tudom mekkora, hány méter, nem is az a lényeg, de van. Köszönöm szépen. Ugye erről nem volt szó, hát a hengerről beszélgettünk, de úgy látszik, hogy akkor, amikor talált otthon, akkor azokat még mind elküldte. Ja, valami írások vannak, tehát most senkit ne zavarja, és a tömítőanyagok. Jó. Ez mind tömítőanyag. Remélem, hogy ezekben nincs semmi, ugye? Nincs, oké.
Na, itt van valami ebbe. Hoppa. Mi ez? Egy főtengely talán, vagy mi ez? Hát úgy néz ki. Szerintem egy főtengely, emberek. Kis kupak, műanyag kupakocska, és egy főtengely. Na, hoppá. Szépen, látjátok. Ó, nagyon jó főtengely, emberek. Semmi kottyanása. Tökéletes. Nem tudom, hogy most a Husqvarna 50-eshez, hát valószínűleg most nem tudom, ugye erről nem volt szó tényleg, Robert, hát mindegy, köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm ezt a dolgot. Hát ugye Hegerről volt szó, de úgy látszik, amiket talált otthon, elküldte. De hát akkor ezek szerint valószínűleg a 20, nem tudom, van-e valami a sonkán valami jelölés, ezt nem is néztem, látjátok? Na itt van valami, ha? Hú, de jól meglátnám én ezt, nem tudom, látjátok-e azt feliratot, ott a sonkán van valami felirat látható. Ebből le lehet vonni a dolgokat, hát én ezt most szemüveg nélkül meg nem mondom nektek, majd benne a videón megnézem, hogy mit mutattam nektek, mert ott már én is meg fogom látni. Na, kérem szépen, köszönöm. És ugye elvileg itt a hengerünk, amely, ebbe is dörög valami, akkor nem csak a henger van benne. Sőt, henger. Henger egg. Mindenem kettő is van benne, emberek. Óha. Oda nézzetek. Ho-ho-ho. Emberek. Hú, Robert, hát ez... Ezt köszönöm. De várjátok, ez nem is egyforma henger, most nézem. Nem is egyforma, mert ez már egy másik típusú henger. Látjátok? Látjátok, kinesen a rugatjuk. Mondjuk bele van kötözve. Nézzetek meg a... Ja, bocs. Ez a kipufogó felüli oldala. Látjátok? Ez meg a karburátor felüli oldala. Tehát konkrétan szerintem ő lesz az 50-esé, a Husqvarnáé. Ja, így rá is van írva, hát igen, ez lesz az 50-esé. Mert legalábbis erről megismertem, hogy ez úgy emlékeztem, hogy ez ilyen, ide megy rá az a szívótorok, az a gumi szívótorok. És itt van a dugattyú. Hát ugye ezen is van látható a dugón. De hát a dugó, hát ez még talán, de még körömmel lehet érezni a karcokat rajt. Sajnos, de mindegy. A henger a lényeg, mert a dugattyú az még megoldható valahogyan. A hengert nézzétek. Hát nem tudom mennyire láttok be, de a henger az nagyon jó. A henger, én azt mondom nektek, hogy az nem az, hogy makulátlan, de szerintem nagyon szép. Hát ahhoz képest az enyém amilyen. Ebben is van egy belül, lehet érezni egy-két csík, de ugye ez is ez a Mahle. Ez még az eredeti henger, látjátok. Úgyhogy szerintem ezt majd megvilágítjuk bent, hogyha úgyis sor kerül rá, akkor jobban átnézzük, de egy kis, micsodát érzek, de egy kis csiszolásra talán az még tombítható, az a kis, nem tudom, hogy pup vagy csík, de itt legfölül érezni a kipufogó fölötti rész, nem tudom mennyire látszik, ott talán látjátok ugye, ott a kipufogó fölötti rész nézzétek, ott talán, de talán még lesz hasznosítható, én azt mondom nektek. Köszönöm. Természetesen a dugattyú, hát azt nem tudom, hogy tudom-e hasznosítani. Az a kérdés, hogy ezek most pupok, vagy árkok, ugye, amik rajt vannak. Hát ez is, én azt mondom nektek, hogy ez a dugó, mert van egy olyan sanda gyanúm, hogy ugye a kipufogó felől látjátok. Most vagy a Cox ment oda bele, de így megy rá. Vagy a Cox kapta ezeket a karcokat, vagy falsot szívott, vagy szárazon ment, emberek. Ismételten nem megfelelő keverékkel ment, tiszta benzinnel és szíjadobozos, elszállt az egész. Sok minden, sajnos, igen, közre adódik, sose lehessen tudni. Na mindegy, az a lényeg, hogy köszönöm szépen, van egy hengerem pluszba. Az 50-eshez. Ez, hát emberek, ez fogalmam sincs, milyen henger. Ez is egy Mahle, remélem jól ejtem. Ott a felirat. Jó kivehető most már. Ez aki ismerős, már lehet, hogy ráírok Robertra, hogy ez a felfogatás, akinek ez a karburátor felfogatás ismerős. Az ő is megírja most nekem, remélhetőleg, hogy segít ebben, hogy ez milyen gépre való, mert most így hirtelen fogalmam sincs, nem vagyok annyira szakember, mint tudjátok, mint látjátok. Hát gyors, vissza is teszem ezeket, mert csöpög a fáról a
a pára, ami reggel árakódott, úgyhogy nem szeretném, ha vizet kapna, meg nyírkosságot, meg nedvességet. Hát köszönöm szépen, Robert, ezeket a dolgokat. Ugye remélhetőleg, hogy hasznát tudom venni ezeket. De mindegy, hát így visszateszem a tömítéseket is, hogy legyen itt benne, mert elférnek itt benne. Nem akarom itt szanaszra ilyet hórni. Úgy, né. Oké, zsoké. Merántó is akkora. Membrán szett. Köszönöm szépen, Robert. Oké, na, ő a második kis csomagocska. És akkor végül, de nem utolsó sorban, akkor itt van ez a nagy gép. A nagy gép, nagy csomag, inkább így mondom, nagy doboz, amelyben egy vásárolt gépet mutatok majd be nektek mindjárt. Ez egy olyan gép lesz, ismételten, ami már van nem is egy, nem is kettő, nem is három gép, nem kínai természetesen, speciálban vért nem kínai, hanem egy olyan gép, amiből van azt hiszem egy Johnny, Husqvarna, meg egy partner, tehát de igaz, hogy darabokban több lipitjára van szedve, nemrég ugye Dominiknól is kaptam ismételten egy ilyen gépet, tehát ezt azért vásároltam meg, mert elég jó áron volt, tényleg nagyon jó áron volt, nekem is, legalábbis számomra érdekes volt, és mondom, legyen egy ilyen gépezetem. Nem működik, tiszta kor, tiszta por, öntésre indul elvileg, régóta nem ment, azért ilyen koszos, meg poros, meg mit tudom én, nem tudom, hogy hogyan nyissam ki ezt a dobozt. Hogy tudnám én ezt megbontani, hogy hát jól leragasztott az illető. Nem árta az, nem? Mondjuk itt a címzés, figyeljetek, akkor címzés, nem tudom, látszik a... Pont látszik a videó mi. Ajaj, nem tudom miért, úgy gondoltam, hogy a címzés pont a ellenkezőleg fogom megvágni, de mindegy, figyeljetek, lejjebb húzom egy kicsit a kamerát, így akkor nem látszik a címzés. Na megvágjuk ezt a spárgát, vagy Isten tudja mit, ami rá lett téve. Ez nem rossz dolog, mert sokkal könnyebb volt így cipelni a csomagot, nem kellett ugye ölbe, meg mit tudom én. Ez praktikus megoldás. Na. Így, né? És akkor megvágjuk ezt a felét is. Kihajtom a végeit, akkor már jó lesz, mert akkor ilyen címek majd nem lesznek láthatók, remélhetőleg. Mert rajta az ő címe is, az én címem is, meg minden. Úgyhogy azt még nem akarom, hogy mindenki lássa. Mármint nem is a saját címet, hanem az övét nem akarom itten. Jogok, személyi jogok, meg Isten tudja, mit tudjátok. Na, figyeljetek, akkor húban kaptunk egy csomó micsodát. Fóliát, de jó. Oda nézzetek. Hú, bakker, ki kell van hoznom a fóliás zsákot. Már lehet egyszerűbb lenne abba beleszórnom. Na mindegy, ide kirakom az asztalra. Atya úristen. Hát, hogy... Hoppa. Közben a fóliák közt találtam egy lapot. Hoppa. Na, ki is veszük akkor ezt a lapocskát. Természetesen lappal, lánccal volt a gép. Egy ilyen kis fekete lapocska, látjátok. Bent figyelt, oké. Okay. Na, még jönnek a fóliák. A lánc is előkerült, oké, okay, megvan. Megvan a lánc is. Nem van egy visszazárató gacsekba, ez jó dolog. Oké, okay, hát egy kis rozsda. Most nézem, még nem is láttam. Na mindegy, nem is számít különösebb, meg egy szem rozsdás, mert ez különösebben nem érdekes. De amúgy látható, hogy elég jó, szép fogak vannak még rajt. Tűrhető. Hát éle az. Látjátok, az ujjamat rányomva simán végighúzom, de nem is az a lényeg, itt nem a lánc éledésem volt a hangsúly, hanem a fűrészem számomra. Na! Hú, emberek! Atya úristen! Hát ez zsák fólia, zsák műanyag hulladék van itt. Hihoho, mi a franca kellek tőlem? Nem tudom. Ez ugor fóliák, vagy mi a franc? Na, várjatok! Így, kivesszük a francba a gépet. Egyszerűbb lesz, mint itt a fóliákat szeregetem, de más nincs már szerintem elvileg. Úgyhogy a fóliákat én szerintem vissza is dobálom, mert itt a látképet rontja. Atya úristen! Nem is tudom, valami megkezdett műanyagos zsákunk, de úgy nézem, hogy itt lesz egy fél zsák cucc műanyagosba. Hát ez van.
De legalább emberek, ki volt tömve rendesen a gép. Tehát nem össze-vissza, csak beledobva egy dobozba, hanem szépen látjátok, ki volt hézagolva. Az egy más téma, hogy lett egy csomó szemét. Papír jobb lett volna, jobban örültem volna neki. Mert azzal tudtam volna tüzet gyújtani, ugye. Van ám itthon bőven, úgyhogy ó, most... Aptam egy csomót. Na, bedobom a dobozt. Eltüntettem a fóliákat, a nagyját. Sőt, az összeset csak, ami a gépen van, az még már csak az van. Na kérem, a gépről is akkor leszedjük a borítást. Most már lefordítom vissza a kamerát. Szerintem most már nagyvonalakban látjátok, hogy milyen gépezetről van szó. Úgy nagyvonalakban szerintem látható. Úgyne. Na, így vesszük. És íme, akkor ez a kis, most már látható, ugye? Emlékeztek rá nemrég, van egy, majdnem egy jó két húsos ládányi alkatrészem, vagy gépem, vagy, hát inkább alkatrészem ilyen gépezetekből, ilyen gépből, ugye ez a típusú. Hát most ez például egy Johnson-ed, ugye 380-as, ha jól látom, ott van a felirat, Johnson-ed 380, és itt is a Johnson-ed felirat. Tehát az azért érdekelt ez a gép, mert ez egyben van, látjátok. Tehát látni az, hogy... Nem benzin van ebbe is. Hol ennek a tankja? Itt elő. Hát remélem, hogy ja, mindegy, ez kifolyt, hogy nem számít. Na végig is az azért érdekelt ez a gép így egyben, hogy lássam mégis, hogy... Meg hát lap is lánc is van hozzá, minden oké. Okay. Lássam mégis, hogy hogy néz ki maga a Ubakereszt kárbutira letennem, mert itt vizes a... Na, hogy megrohadjon még jobban a lap. Na mindegy, megteszem mindig. Hogy néz ki maga a kis masina? Hát így, emberek. Látjátok. Poros, maszatos, koszos. Hát tipikus olyan gép, ami nálam köt ki általában, meg ami érdekel. Tehát ilyen gépek érdekelnek. Csili-villi gép az, ugye az is érdekel, tény is való, de számomra ezek az igazi kihívások. Meg hát ezek a Na nézzetek oda, milyen szép lejön a matricáról ez a... Micsoda? Na nézzetek. Hol van a... Mindjárt szebb, szép tész, sárgán tündököled a matrica. Na, tehát ez ebből valamit kihozni. Itt van a kis bilétája is, neki látom. Ez is tiszta kosz. Szériás számban rajt látom. Gyártási idő, nem tudom, rajt van-e. 915. Mit tudom én, van-e rajta valami instrukció? Na mindegy, nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy egyben van. Halljátok, mint bálva. Öntésre elvileg a srác azt írta, hogy indul. Hát de ugye nem megy. Meg is áll. De látjátok, minden alkatrésze megvan. Egyben van a gép is. Ez, számomra ez a lényeg, hogy egy ilyen gép egyben van. Meg hát mégiscsak egy Johnson-ed. Szeretem a Johnny gépeket. A Johnson-ed gépeket, úgyhogy ugye ebből van egy Husqvarnám, tehát kettő is, nem is tudom, bontva. Nem tudom, minden alkatrésze megvan. Van egy Johnson-ed is bontva, meg van egy partner is bont valamilyen szinten. Egy megvan annak is minden alkatrésze, nem tudom. De hát most már annyi minden van, látom szivatot, ezt visszahúz automatán, jó? Hogy akár két gép is összejönne belőle. De viszont itt van egyben egy gép, az a lényeg. Kapcsoló megvan. Hát a mi a fene, hogy elnézem, a gumi, vagy ezek a rugók eléggé lógnak rajt. Ja, nézzetek oda a lánckerék, nem tudom mennyi láttok be, nagyon szép állapotban van. Nagyon sokat nem ment ez a lánckerék, nincs meg nagyon megkoffa abszolút. Abszolút nincs megkoffa, semmi. Lehetek le tudom venni a ráhúzták, azt hittem csak képzene, mindegy. Nem akarom nem itt körbelegélni a gépet, majd valamikor úgyis lesz egy micsoda körbeliegés. Abban a miha fenében megpróbáljuk, hogy esetleg öntésre, vagy várjátok, kinyitottam én a bűnbarlangot? Hogy a csavarhúzó kell hozzá, megpróbáljunk egy indítást. Megpróbáljunk, figyeljetek, nem élennék, ha nem próbálnánk meg most egy indítást, mert hiszen most még egy kis időm van, míg meló előtt. Ugye azt mondtam, el is felejtettem mondani, hogy mondtam már több videóban is, hogy hát sajnos ugye holnap, hát nem sajnos, de holnap itthon leszünk, de viszont sajnos szombaton meg melózunk, úgyhogy ez van.
Kérem, hoztam ki egy kis benzint, majdnem a formaldehidet, vagy Isten tudja, mit hoztam ki, amit írtatok, hogy ben volt a 21-ben, ne nagyon szagolsam, meg tapogassam, meg mérgező. Hát nem tudtam, mi a franc, az lehet, hogy tényleg az, mert nem tudom, hogy... majdnem azt hoztam ki. Na, nézzük meg akkor, mi a franc, hogy tényleg indul-e, akarom mondani. Most nem tudom, merre van ezen gyújtás. Fogalmam nincs, hogy hogyan van ezen gyújtás. Lenek vagy... vagy fölfele, legyen akkor fölfelé az egyes, jó? Mert itt van valami jel, nem tudom, hogy ez mi a franc akar lenni. Mindegy, fölfele megnyomjuk, talán bízunk benne, hogy hú, van ebben minden maszat. Oda nézzetek. Ja, oda nézzetek. Légszűrőházba, de oda bele tudunk priccelni egy kis benzint abba a torokba. A légszűrő bent van, ugyebár. Na, már nézzük meg akkor tényleg valóban, öntésre indul-e, mert ugye azt írta a srác, hogy öntésre indul a masina. Szippantsunk fel egy kis benzint. Amúgy elég szépen egybe van, hál' Isten minden megvan, most majd hogy elnézem, fejtek a szivató, most nem kell. Egy felét beletoltam, ami belögybölöm neki, úgy hadd szokja az érzést, és akkor kifordítom a kamerát, a pöttyöt, hol láttok, hol, hova, hol legyek. Hol legyek, emberek? Itt jó lesz? Így jó lesz, láttok, ugye? Na, nem láttok, itt arrébb állok. Így látjátok a gépet csak azért. Na, megnézzük. Látszik, mégis volt a tankban benzin, de akkor fel is vette, emberek. Hát ennyit nem picceltem bele. Látjátok, ennek a felét tóltam bele, még benne is van a többi. Hoho! Hát ez jó. Ez jó, emberek. Hát működik. Működik a dolog. Vissza is toljuk a benzin, nem is kell több. Hát ezt nem gondoltam volna, hogy azt írta a srác, hogy öntésre indul, majd leáll. Na, megnézzünk még egyet, indul-e? Most megpróbálj egy kis simán. Hol vagytok? Így vagytok. Hát, figyeljetek. Ja. Ez így nem nagyon jó, mert hát én vagy a gép. Emberek, hát ez így hogyan lesz akkor? Most mit csinálják ezzel? Meg kell pucolni, meg kell tisztítani, át kell nézni, aztán lehet, hogy jó is lesz így, ahogy van. Figyeljetek! Lehet, hogy nagyon sokat, jó kis pat, szeretem, jó kis hangja van neki, érdekes, jó kis robosztus kipufogó van rajt. Kicsit ócsdás, meg mi egymás, ki tudja, hol volt szegényem. De na, halljátok, azért mégiscsak egy John szeret. Emberek. Na, itt van a levegőszűrő, hát ha kívánni valót, ilyen minden maszad van rajt, de hát majd ki lesz benzine, átmosom, talán kifújhatjuk. Hogyan van ez így? Ja, így, oké. Okay. Jó, és akkor megy vissza rá a légszűrő fedél. Oké, zsoki. Na, hát ezt nem gondoltam volna, hogy ez így elindul. Oké, kész. Jó lesz az emberek, ma most tetszik a gép. Most tetszik. Lehet, hogy föltenném rá a lapot, láncot, aztán tudnék vele vágni is, de na, most nem akarom, figyeljetek, azért annyira nem akarom szenvedtetni, mert hát elég jó kityek, kötyög, lötyög, úgyhogy majd meg kell nézni a másik, ami van alkatrész, azon milyenek ezek a felfogatások, majd mint a rugók, gumituskók, inkább ez rugó van, de nincs is gumituskók. Ja, itt a probléma, haha, itt a probléma, ez van, látjátok, itt ez a felső rugó, ezzel van a gond, mert nagyon mozog,
Aha, látjátok, az ki van akadva. Vagy el van törve, vagy ki van akadva. Az a stabilabb lenne, akkor már többi tartana. Az a felső, azzal van a probléma, azaz. Az lesz a gond, látom. Hát, hogy ez hogyan van ott benne, azt nem tudom. Meg, hogy mi tartja azt. Ki van akadva, emberek. Ki van akadva az a rugó. Igen, azért kotyog az a fűrész ennyire. Na mindegy, nem az a lényeg. Egyben van, működik, többi nem érdekes. Na, ennyi lett volna közben rövid, ma mindig azt mondom, rövid videó, meg csomagbontás, aztán közben bemegyek aztán össze belőle 40 perc, meg 50 perc. Persze kinek mi a rövid, meg a hosszú, valamit időre. Meglepődtem ezen a kis gépen. Nem bíztam benne, hogy őszinte legyek. Ugye általában minden öntésre indul, aztán megáll, de láthatjátok, ez megy. Ez megy. De van is benne benzin, ezek szerint azért mondom, valami lötyökben nem néztük meg, hogy milyen benzin van benne, büdöse vagy nem, de mostanában, hogy elnézem, hát elég koszos az a majd kupak, nem tudom, lehet-e véve a benzin kupakja neki, fogalmam sincs, de emberek, öntésre beindult, azt mondom, meg megy. Amíg van benne benzin, szerintem megy. Hát majd a karburátor azért ki lesz putolva. Meg úgy összességben szerintem az egész gép át lesz nézve, az a tuti, mert ez a Johnny ez egyben van, ez marad is így, ezt remélhető nem kell másik gépekből kiegészíteni. Egyedül az a rugó, ami tartja, hogy a markolatot ott van kiakadva, hogy azt mi fogja ott, meg mi se. Fogalmam sincs, hogy van rögzítve, mert ott fölül a csavart nem látok. Nem tudom, fogalmam sincs, majd már rájövök valahogyan. Ha csak nem, a levegőszűrőt le van véve, és onnét esetleg egy csavart be van tekerve, mert azt tudom még elképzelni. Így közben nézem a gépet, hogy mit is tudnék elképzelni, hogyan lehet ott felfogatva az a felső markolatnak a rugója. Na mindegy, nem számít. És a körfogantyú, nem felső markolat, körfogantyú. Nem tudom, milyen gépek futkoznak itt. Úgyhogy ennyi lett volna akkor ez a ajándékba kapott láncfűrész a kollégától, akarom mondani kínai alkatrészek, ugye akkor a dugattyú, akarom mondani henger és egyéb alkatrészek Róbertől, a Husqvarna 50-hez, Husqvarna 50-hez akarom mondani, és akkor itt van a vásárolt kis Johnstedt 380 vagy hányas, mit tudom én már hányas, igen 380-as úgy néztem. Tehát akkor ennyi lett volna, és akkor, hát ugye azért ezt a gép tényleg van egy pár ilyen gépem itthol, de darabokban van. De azért mondom, legyen egy ilyen gép, látom, hogy itt árulja a srác aztán, meg tényleg olyan jó áros volt, úgyhogy nem bírtam otthagyni. Őszinte legyek, nem bírtam otthagyni, meg koszos is, poros is, és régen ment, meg minden. Úgyhogy pont ezek a gép, ami engem érdekel, így javarészt, ugye, hogy amiből valamit ki kéne csiholni, valamit elő kéne hozni vissza az életbe. De jelnézem, élni akar a gép, nagyon is élni akar, úgyhogy szerintem nem lesz ezzel probléma. Elsőre ezt lehet, hogy nagyon hibák lesznek rajta, mint az állat, de láthatok, túrát vette, füstöl egy dolog, különösebben nem érdekel, hangja is van, az a lényeg, úgyhogy nem olyan kis csöndes gép, ez potyog a fejemre a cucc. Na, tényleg akkor elbúcsúzom, aztán figyeljetek, hogy mikor ez a videó szerintem ma már nem lesz föltöltve, szerintem holnap, azaz pénteken fogjátok látni ezt a videót, hogy most csütörtökön fölveszek, és a pénteki napi tevékenységemet, ami majd utána jön, azt meg majd megint így, ahogy ezelőtt csináltam, hogy elosztva a héten, vagy valamikor éppen ráérek, megszerkeztem a videót, mert ugye utána már csak vasárnap leszek megint itthon, mert a szombatom meló, tehát akkor nem szombaton lehet, ha nem teszek fel videót, mindegy, meglátjátok, jó, nem akarok előre, mert fogalmam sincs, hogyan történik, meg milyen események jönnek, mert kár előre gondolkodni emberek, úgyhogy majd észre fogjátok venni, jó? Addig is mindenkinek a legjobbakat, csákány, sziasztok!